Sziasztok, sziasztok! Vissza is térünk, és a videósaink már nem bírnak magukkal. Képzeljétek, leszavazták a játékot, amit kitaláltunk nekik, mert azt mondták, hogy most nagyon nagy hangulatot csinálunk, és azt ők csak egy játékkal tudnak csinálni ő szerintük, az fog következni, nem spoilerezek, de még mielőtt elkezdünk játszani, ehhez kellenek játékosok, úgyhogy akkor aki a legközelebb van a lépcsőhöz. Nem tudom, mit csinálsz, Patrik, de akkor én téged hívlak először. Első videósunk, Anfield, azaz Patrik. Hey, hey, hey! Egy olyat be kell dobjál, biztos? Igen. Tuti? Nem kell senkinek, nézd meg, vagy igen? Nem kell. De látok most már ezeket, akkor jó. Megy a hangom, tökéletes. Na, ennyi? Hát baszki, ez egy tök jó párna. Akkor így, na. De ne ugorjatok, érte? Mennyire ugranak érte? Igen. Ott van, megvan. Szép. A bivaj. Szuper. Na, a második legközelebb álló emberk a lépcsőhöz, Ice Blue Bird. Bence. Bencénél is van egy ilyen. Azt a mindenit. Jó. A harmadik legközelebb álló a lépcsőhöz, K.D. Dév. Gyere, Dév! Hatalmas tapsot Dévnek! Sziasztok! Kinek kell egy ilyen székpárna? Ki szeretné? Ott hátrébb, ott nektek. Annyira mégsem ment hátra, mert lekapott a szél. Azért nézzél oda, mert hát végül, de nem utolsó sorban, Isti! Szalai Isti! Isti! István! Gyere, Isti! Hello! Igen! Mekkora kosárod a azt meg ki is bontották egyből. What up? Girl. És ezt a játékot kinyomjuk mi a streambe is, ugyebár? Úgyhogy már meg is köszönünk a streambe. Sziasztok, Isti nézők! Ez itt az OGEX záró napja, az utolsó helyszín, és itt a Kaci mondani akar valamit. Sziasztok, igen, örülünk, hogy ennyien izgatottak vagytok a cuccokért, de itt a nagy ugrálásban valaki elveszített egy telefont, ez itt van nálam, úgyhogy mindenki... Azt is bedobjuk. Szóval most azt dobjuk. Nem fogom bedobni, de ha valakinek most hiányzik a telefonja, tapogassa meg a zsebeit, az itt a színpad mellett átveheti nálam, jó? De ez így nem bemondás, hogy jöttem a telefonomért, hanem megmondja, hogy milyen márka, milyen színű, és akkor tudjuk, hogy az övé. Jó? Szóval egy olyan játék jön, amire azt mondták a srácok, hogy hát muszáj azt játsszuk, úgyhogy ez a játék következik, nem húzom tovább az idegeiteket, Ultimate Chicken Horse következik ezzel a 4 emberrel. Ki ismeri az Ultimate Chicken Horse nevű játékot? Azért ismerik párom. Nagyon sok fiatal ismeri az Ultimate Chicken Horse, pedig vannak olyan elemei a játéknak, ami lehet, hogy inkább a kicsit felnőttebb korosztálynak szól, de hát meglátjuk. Melyikre gondolsz, amit én szoktam csinálni? Igen, például olyan dolgokat, amit... Szivatás már szóval? Igen, 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 igen. Patrik jól mondja. Mit nyomjon? Play lokál. Play lokál, nem tudom, hogy ki a mesterkontroller. És igazából ebben a blogban mi végig Ultimate Chicken Horse-oznánk veletek, hogyha van kedvetek. Annyit segítsünk majd, hogy mondjuk el, Léci, hogy ki kivel van. Én leszek a bárányka. Patrik a bárány, oké? Isti? Én vagyok a mosómedve, azt hiszem. István mosómedve. Kezdjük a rooftopon, nem? Én vagyok a ló. Én vagyok a pipi, csirke. És ki van már játszol, Imikém? Hány pályánk van? Az van, hogy ugye még így oldogatjuk föl a pályákat, és nagyon fogjuk szeretni azt a videós barátunkat, aki rámegy majd a pálya feloldásokra, jó? De tudjuk, hogy azért csak társadalmi siker jár és elismerés a barátoktól, pontszám nem, de igazából jó lenne, hogyha lennének új pályák, és akkor mivel a többség talán nem ismeri a játékot, ez egy nagyon egyszerű játék papíron. Vannak itt a videósai, vannak a különböző pályák, a pályának van egy kiinduló pontja, van egy végpontja, és el kell jutni a kiinduló pontból a végpontból. Ez ilyen egyszerű lenne. Ha nem úgy kezdődne minden kör, hogy a videósaink kapnak ilyen elemeket, amiket ők beépítenek a pályára. Az szép volt, majdnem megvett. És az elemek segítségével kell átjutni A-ból B-be, és a 2 esetben nem jár pont senkinek. Ha mindenki átjut, mert az azt jelenti, hogy könnyű a pálya, vagy ha senki nem jut át, az azt jelenti, hogy nem lehet megcsinálni. Úgyhogy amit látjátok, itt bőszen rakosgatják az elemet a srácok, és Isti mosómedveként egy ilyen mozgó körfűrészt rögtön berakott a biztonság kedvéért arra a kezdő helyre. Csak még a végéig sem jutott. Bence bele is ment a lángszóróba. Bencét láthattuk a ló szerepében, és Isti és Dév már felugrottak a következő platformra, mind a kettőre sikeresen felugrottak. Nagyon repülj! A másikot nem. Oké, gondoljuk végig. Patrik van életben. Elkapta. Bárány szerepében Patrik. Nézzük, sikerül-e átugrania a falra. Nem. Ez nagyon nehéz. Nem tudtam, hogy az ilyen. Megmucizza. Szép, szép Patrik próbálkozik, szerintem ezt napszal bátoríthatjuk. Menni fog, Patrik. Hogy ugrottál fel ember? Nagyon ritkán adja be, és nem értem, hogy hogy. Tehát nagyon jól kell a pályára. Megvan? Az igen, Patrik, ha te így más lista vagy. Patrik, innen indult a játék. Jó vagy. Wow. Hát megint nem jutott be senki. Legalább nem kellett föladnod. Azért mégis csak jobb. Jó ez így. De azért Rimikém ez nem sokan múlott el. Ez nem sokan múlott, és én nagyon szurkoltam neked. Na majd Patrik bácsi most így néz nektek egy kis... Az ugrás az túl nagy volt. Az a baj, az a lépcső ott, az valami hihetetlenül nehéz. Persze, egy amúgy nem elég, rakjál oda nyugodtan. Mutasd! Tudod, hogy a forgáti látod az irányát. Jó, tehát mutasd! Jézusom, ne, please! Ez jó. Már az nem, de... Tökéletes. Ó, milyen lazába! Hoppá, Isti bekezd. Isti hosszabbetveként bekezd. Az nem sikerült. Dév és Isti kiestek. Jó, nyugalom. Amúgy. Kiszurkol Patriknak. Ne! Hát bárcsak, senki. Kiszurkol Ice Blue Birdnek. Na, valószínűleg, szép mondhatom. Már csak Bence van életben, figyeljetek, Bence, megugrott az első akadályt, de jó, hogy oda raktam azt, hogy megugrott a másodikat, ez az, és átugrott Bence. És nem lesz ott semmi, tudod. Azért ott kettőt már ne figyel, az szép. Viszont István kapott egy csomó pontot, mivel hát az ő csapdái ugye a többieknek kicsit megkeserítették az életét. Jaj, Patrik már megfogta a legjobb dolgot, azt a ventilátort. Mi van akkor? Ja, Istenem! Figyelj, ez nem megoldhatatlan, csak nem könnyű. De akkor nem lehet felmenni sem. Tudom. Én azért megcsináltam, amivel azért az megint olyan. Az ágyút, amiben ha valaki véletlen beleugrik, akkor így lefelé fogja lőni. Úgy kell csinálni, hogy... Megoldjuk, ne aggódjál. Hoppá, Dév a csirkével felugrott az első akadályon. Igen. Meg is van. De az valaki berakott egy szöges drótot ide, nézzétek! De az ott mi? Abban a szöges drótban nem szabad beleugrani. Az jó volt! Ne, nem hiszem el! Jajjaj! Ez pedig már olyan közel volt. Szinte benn vagy a célban. Várjuk István szerintem. Hagyjál, Merce, hagyjál! Nagyon küzd a csirke! Bátorítsátok Dévet! Engedd el, Dév, az nem fog sikerülni. Szinte egy centire vagy a céltól. Itt fel Anni, jaj, de kár lenne. Valaki még én rajtam kívül. Élünk, csak így nem látunk semmit. Ja, bocs már, tényleg igazán. Mindjárt leesek, csak mindenked jobb legyen. Így kell jönni, ez a nehezítés. Amíg ti nem haltam. Még ott van, még ott van. És még mindig életben van Dév, nézzétek? A csirkével, hihetetlen. Most megvártok komolyan? Megvárom, hogy mit csináljuk, olyan kicsi minden. A játékban elajánlott a nagykegyes, hogy föl lehet adni amúgy. Úristi. Isti van életben. Az komoly lenne, az ágyuk kilőne egy izéra. Megvan. Első akadály teljesítve, második igen. Harmadik. Megvan. Nice. Azért a parkincája szerintem beledolgott. Figyeljetek. Átvizsgálnám az István. És megvan Szala Isti! Hello! Bejutott a célba. De azért ott volt a trap. Anfieldnél is. Jó, mutasd! Na mivel szívassalak meg titeket? Azt mondja, hogy egy ilyennel vagyok. Ajjaj. Ott van a nagy inga. Ne, Barika, ne! A nagy ingába ugyanannyira nem jó belenézni a lángszóróba. Ez nem lehetetlen, de... Nem akarom. Ez nem lehetetlen. És Isti fölvette rögtön a pénzt. Szép. A mocsok. Nem lehet tőle lerúgni, vagy valami? Dév, te hogy kerültél oda? K.D. Dév már a csirkével ott van fönt. Látom. De várjál. Köszönöm. Hú, megtaláltam. Azt hittem belerepülök még az ágyba. Isti, A pénzzel együtt. Meg kellett volna egy darabig. Nem a... És most hogyan? Nem. És most hogyan? Mit gyere, Bence. Persze, még életben van a Ice Blue Bird. Meg az USA-t alakulsz, és így csapkodsz. Neked annyi. Pont így gondoltam. Bence, mi volt a terv? Pont így gondoltam. Valami ilyesmi. Na. Ja, Istenem, megint. Érik próbálok egy jót. Isti elhapolta a jégkorong masinát Patrik elől. Ez magától nem lő, ugye? Az nem, annak neki kell menni, rá kell ugrani. Aha. Ez mi az? Isti lerakta azt a jégkorong gépet, ami annyit tud, hogy a jégkorongnak a korongját, tehát a pakkot, azt így lövi. Az már elég nehéz. Az tökéletes az a rész, az nem kell oda még egy ököl is. Mondjuk ide, srácok, ide. Jaj, de jó Puszika. Isti, jó helyre raktad azt a maskát. Igen, nem, berakták oda azt a követ most. Ja. Jó, köszönöm. Az a helyzet, hogy azt a követ szétlőtt a gép. Úgyhogy megköszöntünk Bencétől. Még csúszik a talpa ennek a csirkének, komolyan mondom. És nézzétek a csirkét és a lovat ott a bal alsó sarokban, hát. Isti, le tudlak lökni? Nehéz életük van. Hoppá! Isti megúszta. Yes! 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 Megjutott be senki. Nem jár senkinek, pont. I can't believe it. Nyerj már egyen. Most már minden merek nem nyerni. Utazd! Még egy ilyen kell ide. Jó lesz, Patrik. Figyelj, Mikém. Patrik, te a Fűrész című filmet hányszor láttad amúgy? Vagy nagyban, vagy sehogy. Így van. A mocsok. És Isti, te robbantottad? Isti szétrobbantott jó néhány tereptárgyat. De úgy nem lehet átmenni, jó? Nem jó. De most mi a te... Úgy jó, tökéletes. Szeretnék szólni nektek, hogy most a jégkorongépnek így azonnal rálátása van itt a brigádra. Basszus, ezt nem láttam! Hát ezt nem hiszem el! Ja, hogy az alulról fáj. És megvan! És megvan! Bencének az ugrás. Ne! És megvan! Ne! Ó, hogy estél volna. Jó, ez szerencse volt, ez szerencse volt. Ez epik volt, ez epik volt. El is lemagad. Na jó, gyerekek. Ezen is átjöttök? Hát akkor... Szerintem Bence úgy akarta azt az ágyúlövést, hogy azt konkrétan rálövi, ugyebár a papírrepülőre. Azba! Ne! Jó, azt mondja, hogy Patrik belenézett a saját fűrészébe, Bencét meg kilötte a gép. Az igenis van. Viszont Dév nagyon jó helyen van, csak kiugrott. István pedig nem érzem a csirkét, nem kirakta oda azt a szöges rótot. Nem én voltam. Csöndbe, Bence, nem? Jó van, nyugalom, nincs semmi veszve. Ez az igazi, hallod, itt így, kész. Megoldjuk. Mutasd. Jó, tehát mutasd. Az nagyon jó lesz. Az jó oda, Patrik, azonnal. Ne! Hogy elhittük? Rossz volt az időzítés. De az mennyire jó volt már. Mennyire jó az elképzelés. De még mindig lő engem kifele egyébként. Isti nagyon jól kezdi ezt a kört. Aztán. Hihetetlen vagy, István. Azt a mindenit. Isti. Az István. Mosó Maci megcsinálja. Szép volt, István. Isti bevitte. Egyediként. Egy nagy tapsot Istinek. És meg a trap, nézd meg. Isti, ez nem volt nagy taps, ez kis taps volt. Nem, mert figyelj, én itt nem vagyok favorit, nem baj. Én vállalom ezt a Rodman szerepet, tehát teljesen jó. Teljesen jó. Ez az ágyúsat most már csak az is be akarom adni. Azt valahogy meg kell mókulnunk, hogy jó legyen. Azt meg kell csinálni. Majd ezt még kitaláljuk. Azzal utána a cirkuszba léphetünk föl. Csak az a baj, az ott az van, hogy addig egyet kell ugrani. És akkor amikor elfordul... Na majd... Igen. Érted? Igen. Amikor elfordul, akkor kell bele... Ha lent kell maradni, és meg kell várnia, amíg elfordul. Igen. De akkor meg ugye... Na mindegy. Igen, ez a baj. De... Nincs ellenmaradás. Jó, elindult a brigád, még mindenki életben. Isti megmenti. Hát én nem, nézd már meg, mi történik épp velem. Nem jó. Isti beleugrott a fűrészbe, az nem egy erős lötés. és Dév is belugrott a fűrészbe. Bence van életben egyedül. Jó jött, Bence! Ez már tiéd! Ezt már nem veszi el, hogy senki! És még egyet a hokkívővel is. Jó Istennek! Nehogy ám! Erre a csirkére rá van rakva a rontás, nézd rá a rajzára is. Olyan buta feje van. Két kör van hátra. Ice Blue Bird vezet. Isti a másik. Nem én mentem rá. Nem te mentél rá? Hallod, Bence? Hát én igyekszek, de szerintem is kell ez a gyermed. K.D. Dév stratégiailag fontos helyre leteszi azt a fekete lyukat. Biztos, ami biztos. Nevezzük úgy, stratégiailag. De persze, még odafötelési körfűrész, ez nagyon jó. Várjál, honnan ugralsz, akkor mondjuk... De Patrik, az segít annak, aki ott el akar ugrani. Hát ez az. Ez lenni. Jó, eddig mindenki élben van. Jó, az egész csapat fölvette a ritmust. Gyere! Úristen! Isti leesett, fönt van Dév a legjobb pozícióban. El tudja kezdeni a falonugrásokat. És még mindig nagyon jó. Istit! Kiszedte a játékból a körfűrész. Itt most mi is van tovább? Nézzük. Elfelejtettem a mapot. Patrik megmentette a helyzetet. Életben maradt. Megvan, Patrik jó helyen van. Atyaisten! K.D. Dév beugrott a célvonalba. Ne! És Patrik beugrott a fekete lyukba. És Bence rálépett a saját maga által telepített szöges drótra. Comeback, gyere! Comeback! Hol a comeback? Ó, a síp az underdog. Ott voltam a utolsó kör mindentől eldől. Engem. A győzelem küszöbén. Láttam. Őha. Na jó van, akkor viszont most úgyse fogunk járni. Mutasd. Ezzel lehet próbálkozni, hogyha gondoljátok. Ha jókor csináljátok, amit csináltok. Isti lerakott egy jetpacket a pályára, föl is vette. Te mocsok! Nem jó! Nem jó, azt kinyílt! Azt mikor nyílt, kinyitotta ki! És Istit kilőttük a pályáról. Bence van életben, és Patrik. Én most éppen a jégkorongütővel próbálok harcolni. Nem egyszerű az útvonal, Bence! Látom! Nem egyszerű az útvonal! Nem tudtam mit csinálni. Vigyél! Patrik, rajtad a világszeme. Oké. Eddig minden oké. Na várjál. Még az érvét is fölvehetek. Jó, jó. De nem jó. Nem jó, nem jó bizony. Honnan hozott te néha vissza megőzött? Az, hát engem. A haláltorkából. A haláltorkából. És kigyőzött. Megint nincs győztesünk. De várjál. Nem. És hát hirtelen halálban. Pont azonosság. Istit kilőtte. Nem, riszpónosz Isti azt hiszem, vagy nem? Istit kilőtt a saját maga. Igen. Aki előbb beér. Jó, van a saját maga által telepített gép. Jobbja, Bence! Jobbja! Ó! Bence nagyon jó helyen van. Új. Bence átjutott, már csak a fekete lyukon kell átugrania. Nagyon szép! Nice! Szép volt. Hogy örül a ló? Nagyon örül a ló. Na, ez volt az első pályánk ma. Nézzünk meg egy másik pályát, mit szóltok hozzá? Egy harmacskát. Hát amire többen szavaztok, az lesz. The Form. Van pálya. Jövök a csirkével a farmra. Erről nem lehet kiesni. Jobban fogja neki adni. De ezen van egy ilyen bálázógépszerű valami, amiben nem egészséges beleugrani. Tehát amit látjátok, itt a piros épület tetejéről kell indulni, és a siló tetejére kell megérkezni. Easy. De itt van a traktor mellett ez a valamilyen mezőgazdasági gép. Ne. Jaj, de ne csináljuk már ilyen könnyűre, gyerekek. Aj, basz. Na, Bence Isti beértek. De ez így olyan könnyű. Dév is beért. Az első kör az ilyen. Várj, de mit tettél? Mi van ott alul? Mert ugye ott is el lehet ugrani. Azok valami fal? Hol? Melyik az? Aztán. Gyere be! Basszus! Nem lesz nehezebb a pálya, ha te nem jössz be. Halló, bejöjjek, srácok! Bejutott mindenki, nincs pontosztás. Too easy, így van, too easy. Majd mindjárt. Ott a fekete lyuk. Patrik! Mi van? Na nézzük csak. Azt mondja, hogy Patriknál a fekete lyuk, És Patrik annyira taktikus amúgy, mindig megvárja, hogy mindenki másra pakolja. És az utolsó pillanatban. Az idem lesz jó, az idem lesz jó. Na. Mindenki hogy egyben. Nézzük. És beleugrott. Sikerült. Átírotta. És bejutott a célba. Kilassította meg az időt. Valaki lelassította az időt. Ez csak jó. Patrik is bejutott. Én nem tudom visszamenni, mert ezt nem tudom Patrikért állni. Hát azonnan Dév nem fog menni. Menni fog? Ugolj bele abba az ekébe. Köszönjük szépen. És Isti bejutott szél. Igen, nem szabad leesni. Isti nyert, úgyhogy több pontot kap, viszont Patrik a csodájával szerzett pontot, úgyhogy fej-fej mellett halad a két cimora. Nem tudom, de most akkor ez ki fog derülni. Én akkor visszak egy ilyen... Azt mondjátok meg, hogy ha én ezt ide beteszem, akkor a fekete lyukat is forgatni fogja? Nem. Mi az? Azért fogja forgatni, de nem oda cummantottad, nem? Hát az egyik része cummant. Cummant? Hát vagy oda tapad hozzá. Jó. Az mit csinál az a... Nézd meg, forog a fekete lyuk! Valaki beforgatta azt az ágyút. De még a forog a fekete lyuk. Forog a fekete lyuk. Jó gyerek. Még csinálta. Forog a fekete lyuk is, nagyon szép. Jajjaj. Dév lefejelte azt a platformot, Isti bejutott a célba. Az egy pixel, amin lecsúsztam. Bence még érett el! Bocsánat. Hát sajnálom. Hát elhittem, igen. Ilyet megy a bosóvaci. A szóló győzelem. Mindjárt nyersz. Hála Isten. Nehogy már robbantgassatok. Valaki nagy bombát fölvett, az ki Isti. Csak nem a forgót pusztít. Várj, azt mondja, hogy mondjuk, hogyha... Ne, légy engedjük el azt a most onnan. Az az ágy úgy jó, azt tetszik. Mire készül? Semmire. Az ágy az belelő rögtön a málázógépbe, ha jól látom. Jó, Isti megcsinálta a pálya legnehezebb részét, és elsőként beért a célba. De ha mindenki más beér, akkor ez nem ér semmit. Bent van Patrik is, bent van Bence is. Te mit csinálsz? Jó, mert csak Dévnek kell beérni a célba. Hát úgy látszik, hogy ez túl könnyű volt. Bent van mindenki. Szegény csirkének a fejjel nem tudál aradni, mert jó dolgokat feljönni. Jó, hát akkor gyerekek. Ragaszgat a fiú. Na, bízom benned, Dév. Valamit valamivel jól megragasztani. De mit, mivel? Az igen. Problémák lesznek. Az igen. Hé, az még nem tapadt hozzá. Azt a kilövi a cuccot is. Azt nem ragasztod azt. Aha. De jó. Ja. Igen? Új. Mi a taktik? Én nézelődök egy kicsit, srácok, hogy... Isti! Nice! 200 IQ! A platform másik oldalán felugrott, átugrott... Ó, Isti beleesett a bálázógépbe! De hogy ugrott ott fel? Ne bucizd már meg! Jó, értem. Patrik. Megjabáltam, bocs. Bence beleugrott a körfűrészbe. Patrik lefejelte az ingát. Azzal nem számolt. Várjál, én még próbálkozok. Dév még életben van. Mindjárt meghal úgyis. Jó lesz. Azt a mindenit. Ez hihetetlen. Azt hogy éltett túl? Ezt így akarta. Nem tudom. Várjál. Még egy próba. Nagyon a szélét kell elkapni, az a baj. Jó, nem az a baj, majd utána majd figyeld. Várj, mi van? Ott majd bonyolódnak a dolgok. Úgy, Jó van. Az az ágyú, az pont az van, persze. Van egy ilyen... Jó helyre tettem. Teniszlabda adogatógép ott a jobb felső sarokban. Az lőtt egy labdát, ami belelőtte az ágyúba ezt a labdát, és az ágyú lőtte ki. Ez valami olyan helyre kéne tenni, hogy ne segítsen. Nézzétek, ott van ott a piros zászló fölött az a teniszlabda adogatógép, és nézzétek majd meg az útját. Szépen lő egy íveset, és beleesik a labda ebbe az ágyúba, ebbe a kékbe, ahol most Bencének és Istinek a karaktere van. Itt ebben a játékban minden akcióban van. Nem, az ott nem jó, mert túl tömör lenne. Jó, ez így, azt mondod? Oda néz, milyen kis lépcsőt épített ide az István, gondolom ő volt. Ez a csirke mindenhol átfér. Jó, eddig még mindenki életben. Istit kilőtte a teniszlabda adogatógép. Gondolkodjuk. Melyikünk indul meg? Türelem. Jó. Patrik és Dév nagyon jó. Szép. Szinkronugrás, Patrik. Gyönyörű volt. Bence van már csak életben. Bence megugrotta és bejutott. Nagyon szép. Alright, alright. És ez egy comeback. Comeback, az igen. Az. Visszahozta magát. Mi van? Semmi. Szerettiteket most ez a játék, alig ad bombát, csak pakoltatja tele a pályát. Jó ez? Jegyezze, hogy miket építünk most. Aztán amúgy passzik, ki lehet boxolni a többieket. Azt akartam. De boxolják. Mit gondolsz, miért tettem a néviket? Jó. Az a trip. Isti? Isti nézzük, beír a célba. De nem, én ekkorát ugrít. Isti beírt a célba. Elsőként Patrikot kiütötte a teniszlabdagép. Megeszem ezt a kanapét. Bence, jó. Széttékben. Az mindegy, hogy is vissza tudtuk rá. Bence is beért. Igen. Még mindig nincs győztesünk. De ha nem állítjátok meg Istvánt. Na jó van. Azaz, szöges drót, jó lesz az. Az anyátok úristeni. Nagyon jó. Patrik, gondolatolvasó vagy. Csak hogy ne legyen olyan lassú az eleje. Jaj, de jó lesz. Figyelj, mindjárt megindul a találó. Jó, hogy valaki beforgatta most azt a körkörészt. De várjál, ez itt baj. Elnézést. Igen, Patrik odarakta azt a szöges drótot a platform tetejére, Isti próbál most a hasumedvével. No way. Bence, hol van a te karaktered? Én már halott vagyok. Hát esetleg, de... Hallom. Konkrétan hallom a gondolatokat itt. Olyan súlyos... Ja, még a hullát felfogja, oké. Gyere. Olyan súlyos stratégiai gondolkodás zajlik, hogy hallatszik a szívben. De milyen jó ötlet volt egyébként. Volt rossz az elgondolás. Majdnem, csak jött a bontógolyó. No winners. Annyi volt a baj. De már! Dehogy nem! És mit robbantasz ki? Mutasd! Portoljuk! Hát... Azt gondolod, ez a bomba? Az egész? Jó! Na, azért az ott már túl sűrű lesz! Na, jó az ott! Jó! Valaki nyerje meg! Hoppá, valaki belefejelt abba a tüskés platformba! Nem vettem észre! Isti meg kiboxolta! Isti, te boxoltál ki? Nem, megnyomtam a gombot, ja. Aha. Kaptam egy libacombot, Isti megnyeri a pályát. Isti BM-mel egy kicsit még. Szép, nagyon szép Isti. Nagyon szép. Isti egyedüliként beér a célba, és ezzel megnyeri a farpályát. Szép volt Isti. Bár ennek mennyi trepje volt már. Tűnösen. Itt egy állat. Van még pálya, még egy pályát nézzünk. Na most már mi van? Ja? Hát sajnos nem lett új pályánk, de... Melyik legyen? Azon kezdtünk, nem? Aha. Most a pálya, ez a kettő van. Sajnos nem pörgettük ki. Ja. Hát akkor vissza a rooftopra. Ott az új pálya. Ezt akkor el kéne kapni. Mondjuk mindegy, mert már úgyse játszunk, úgyhogy... Hát de ha nagyon gyorsan befejezitek, lehet, hogy az új pályát még meg lehet megnézni. Esetleg. Én ehhez nem járulok hozzá. Nem. Figyelj, igazából simán meg lehet ezt csinálni. Menjetek. Hello. Szép volt. Én meg mindenki beér, kivéve Istit. Megvan az első menet. Bevatta ki az ív. Nem, elrontottam, ja. És Patrik volt az első. Patrik, vezetsz. Na majd... Az a baj, én itt nem is a győzelemre megyek, kedves Imikén. Valaminek tapad neki ezt a forrókereket. Csak nem lő. Tessék. Patrik berakta a számszerűet rögtön a pálya elejére. Kirejtett el azt a jetpacket, de király vagy! De mocskod! Itt repülök fel! Dév! Akkor mindig ezt csinálja, a jetpacket, felszette az új pályát, beért a célba. Kedvenc emberem vagy most ebben a másodpercben. Jó van, Patrik azért. Látom, hogy valami turpisságon gondolkozik. Az a baj, tudod, hogy... túl egyszerű, de mondjuk, hogyha ezen is van... No, Isti lerobbantam! Nem nagyon jettekezünk is. Jaj, basszus, nem figyeltem a hírpuskára, fele voltam a... Szétadlak titeket. Koncentrálva. Léptelen köszöntünk. Bence még vizsgálja azt a számszeríjat. Én itt utazok. Hello. Isti első helyen. Na végre átérni, hiszen megyünk egy sört, jó? Őt követi Patrik. Megvan? Oké, az is megvan. Patrik nagyon szereti ezt az óriás kereket. Gyerünk, Bence, este! Bence megvárta még optimális körülmények. Megvan, mind a hárman beértek. Ismerem az érzést, így kezdtem én is. Hogy? Hát, hogy mindenki beért, csak én nem. Ja, de én is beértem. Ja, akkor nem tudom, miről beszélni. Ah, give me that! Ó, ilyen mocskos dolgokat hagytuk csak nekem. Na jó. Azaz. Nem akarok segíteni. Egyre gondolunk. Ajjaj, az a szöges tról. Jó, így. That's rough over there. Az baj, hát onnan nem jövök vissza. Milyen firing rétje van ennek, ezt nem hiszem el, én nem álltam rá tetejére. Dév, neked nagyon nem megy ez a számszerű. Nem, ez a számszerű, ez gonosz, látszik rajta amúgy. Come on now. Jó. Come on now, azokra jónak kell lennie. Első. Ice Blue Bird második. És ő Bence és Patrik fej mellett az első helyen. Jé. Igen, te. Igen, mert a csapdáid nagyon jól dolgoznak, rengeteg pontot kapsz miattuk. Csak a szoki. Építsetek valamit. Bence, hova rakod azt az ingát? Ráragasztotta arra a platformra. Az is elkezd mozogni vajon? Az igen. Dév megelégelte ezt a számszerűs történetet, és rögtön odarakta. Azt a mindenit! Jaj! Hoppá! Patrik belesett a saját számszerűjába. Szép volt! Szép! Dév beért elsőnek, Isti másodiknak, Bence a harmadiknak. Mind a hárman használták az ágyút. Ez nagyon szoros. Na, álljatok csak. A verekedős virág. Jaj, Dév odarakta a szöges drótot. Jaj, hogy csúsztam le? Hát az... Isti, Patrik, Bence. Ennyit reggelizik, és én is már mindenki. Mindenki megvált. Mindenki kiesett. Everyone's dead. Jó van, akkor... Ide! Az is ugye? Isti mindig az első, aki a bombákra rámegy. Jó. Na. Én kivárok. Mindenki ki fog várni, akkor az utolsó pillanatba kerülnek. Azaz, igen. Lehet várni, nem muszáj gyorsan lerakni a tárgyakat. Isti nem várt tovább. Az igen. Még mindenki életben van. Jó, még mindig Dév is életben van, eddig a pontig. Nem tudunk elindulni, most valahogy már ezeket a világszemem. Azt mondja, hogy... Jó. Vagy nem. Isti eltalálta az inga. Azt, amelyik kapott egy kicsit. Messzebbre bet az ágyú. Most kellett a pontot szerezni pedig. Ott a szöges drót. Buszika. Na, hova kerül? Mondjuk ne innen menjünk, mit szóltak. Mondjuk így is lehet menni. Az igen! Elnézést! Az nagyon szép! Brigád, bezárva! Jó, ott a verekedős virág! Hoppá! Bencét és Patrikot kilőtte a számszerű. Isti át! Jutott! Egyedül jutott! Jaj, de jó! És odarakta Dév a szöges drótot, és Isti belegyalogolt! Hogy került ide ez a szöges drót, Isti? Ezt kirakta ide! És Dév egyedüliként bejött a célba! Oh my god! Mekkora stratégia! K.D. Dév! Hát ezt tanítani való! Halkan elbújtattam oda! Halkan! Na, talán még van időnk a következő pályára. Jó. Ja, van még? Ja, tudunk játékot váltani. Megnézzük az új pályát, mi az új pálya? Megnézhetjük. Jaj, ez a liftes. Ja. Szétadom azt a liftes. Még már nem emlékszem rá. De biztos jó. Jó, akkor rámegyünk arra. Na jó kis liftecske. Ez a kedvencem, hogy Mikém. Igen. Ugye senki ne feledje el, hogy a törött üveg az nem játék, ezen a pályán sem. Láthatjátok itt ezt a törött üveg darabot. Pont itt Dév csirkéje mellett a bal oldalon, ahhoz nem nagyon szabad hozzáérni, meg az se jó, hogyha itt a tüskés növényzetbe fejest ugrotok. Egyébként meg annyira nem is nehéz pálya. Gombnyomásra lejön a lift. Isti egy külön utas stratégiát folytat, ami a tüske felé ment. Ezzel szemben Patrika biztosra ment és bejutott. Bence is bejutott. Nem veszi föl senki az új pályát, és bejutott Dév is. Ki volt az első? A Barika, a Bari nagyon megy. Ott az új pálya. Hát így tudod. Új, végre. Jaj, na nem. Most aztán. Nyilakat szeretnél? Jó lesz. Jaj, de jó. Jaj. Bari, ne! Utálom a nyilakat. Csak azt ne. Patrik megint berakta. Jó, én szám szerint a kezdő pozíció felé. Ott folyamatosan lőni fog. Valaki menjen előre. Patrik megmutatta, mit nem szabad csinálni, belenézni. Élvesztőben ne nézzetek bele, nem egészséges. A ló miért számol? Dévet is kilőtte, viszont Bence a lóval ő liftezik, ő szépen ott fölment. Ó, te mocsok! Bence, egyedüliként! Nagyon elhúztál, hello! De legalább a Bari kapta a nyilas. A pályát kiveszik föl. Ott van, ott hever. Tök jó helyen. Ó, valaki odarakott egy ajtót. Azt az a vér kellett. Kinyitolnik az ajtó, hogyha meglövik? Nem, az különböző időszakonként nyílik ki. Jó, eddig mindenki életben van, szuper. Teljesíthető a dolog. Ajjaj, jön a lift is. Minden... Ó, a lift összenyomta Bencét és Patrikot. Isti elsőként beért. Köszönöm szépen. Vedd fel a pályát! Dév, vedd fel a pályát! Jaj. Hogy tudod lecsúszni, ez hihetetlen! A pálya megzavart, én még vissza akartál a fordulni. Ja, még akartam menni egy plusz kört azért körülnézni. Mi volt a terv, Dév? Mi volt a terv? Ez egy csirke, ez nem áll nekem kérdezni, nem. Ide rakunk egy ilyen. Csak egy jövőbe látó van. Na hát annak sok értelme volt. Az mi az ott? Jaj, Isten! Túl sok helyre kell figyelni. Ott a jégkorongépünk, ami kisnájpolt a István. Nagyon szép volt, Patrik, hogy röhög. Ádám, komolyan mondom. Most mi legyen? Jön a lift, jön a lift! Nem figyeltem a liftet! Nem baj, felviszi a holttestem. De várjál, hát ez így nem jó. Hívd már a liftet! Hát jó, de hogy mész fel vele? Ha hogy? Hát sehogy. Na ne bóckodj, gyere ide. Majd el kell ugrani. Na, Patrik beszállt a liftben. Ja, értem. Jó sikerült látni. Hogy. Na, az szép. Jó, Dév. Eddig jó. Eddig is jó. Nem. Azt komolyan mondom, hagyd nem mondjam, mi belépett a csirke, hogy centiméterre estél. Nagy a pressure egy kis blokkban. Amúgy sem tudta volna tovább ugrani szerintem. Ott az a... 0,1 másodperc. Nagyon jó. Utasd! Na, Patrick, hova teszik? Majd de gonosz! Oda ragadt egy nagy szöges drót, egész százszori jó. Na, Istit kisztájpoltam megint a jégkorongépünk. Bence, nem egészséges ezt az üvegszilánkos ablakot megközelíteni. Nem tudom, mit csinálják itt fenn. Semmit, kb. Most nem fért át a pipi. Ne! Jó, Patrik még életben. Jó. Ez itt mit csinál? Patrik belépett a kiskés növényben. nem tudom mit csinálják. Nem, ez jó ez is. De felvisz a lift, addig. Hát a célig nem visz az. Na jól van. Hát ez így komoly. Nagyon nehéz lett. Na hogy lehet még itt kiszúrni a srácok? Ú, pedig el akartam vinni. Tudom. István a bulifúró most szétrobbant valamit, figyelj. Látom, mindig elrontja a bulikat. Nem tehetem ide, hogy így akkor nem tudja. De nem? Á, most ott nincs semmi. Pedig az ott egy tök jó rész volt, szerettem. Azért egy picit legyen nehéz. Valami legyen. Nézzük. Gyere, életben. Bence is jó helyen van, igazából onnan lehet, hogy lehet ugrani azt a üveges részt. Nem tudok ott maradni, he? Na most! Isti, ez az, felugrott! De! Azt a minden! Isti felvette a pályát, köszi. Na vár! És be is jutott! Ezt megérdemelted amúgy. Megvárjuk, úgy nem pályások, egy karakter úgy nézett. Jó! Nem baj. Hárman is bejutottak. Ez igen. Jó, pedig azt hittem valakit ott elkapott. Úgy látszik, hogy nem dőlt még el semmi. A fekete lyuk rögtön Patriknál, ahogy kell. Ne vicceljetek. Óriási. Természetesen. Hol ment az ekfels, látszok itt? Így valahol? Júj, de gonosz volt Bence. Nagyon szép. Azt a fekete lyukat, azt jól osszuk be azért. Itt mentek fel. Milyen jó levegő van. Hát igen, mondjuk akkor így ide. Na hol lehet ott fölmenni? Jó. Figyeljtek, Dév megpróbálkozott a lehetetlennel, eddig lehetetlenre bizonyos dolog. Bence jó helyen. De hát mellé. Isti is beleesett a szöges dolgokra. A Paci kifigyelte az utat. Azt a mindenit. Igen, a Pacinak már megvan. Bence! Vigyázz, mert nagyon kicsi az a blog. És egyedüliként Ice Blue Bird bejutott a célba. És ezzel meg is húzta a versenyt. Crazy. Na, egy abszolút utolsót nézzünk gyorsan, ha felvetétek az új pályát, az már tényleg nem tudom. De ez nem új pálya. Karaktert vettetek fel? Ó, nem pálya volt sajnos. Hát akkor szerintem váltunk játékot. Mit szóltok hozzá? Tetszett az Ultimate Chicken Horse? Jó! Mit szóltok ahhoz, hogyha egy kicsit csavarunk a fordulatszámon, és mondjuk megnézünk egy Speedrunners-t? Szétadlak! Jó lesz! Speedrunners ki ismeri? Az Isten beszél belőle. Kevesen, szerencsére. Az azért jó, mert akkor sokatoknak új játék lesz, és akkor tudunk mutatni még egy olyan játékot, amit otthon a haverokkal tök jól lehet játszani. Igaz, ilyen couch játék, egy kanapés játék, leültek egymás mellé, megfigyeltek a kontrollert, és 100 000-rel pörög a fordulat. Múltkor jó volt. Hol voltunk? Ajjaj. Kecskeméten, ez valahol nagyon komolyokat mentünk. Lehet hagytad magad, azért sikerült így, de jó. Nem. De Bence is nagyon jól játszik Speedrunners. Ja, tudom. Szóval... Nem, szerintem ebben tévtem, hogy a bajnok. Nem. Ebben... Ő szerénykedik is a gyerek, figyeld. A mapon nagyon sok múlik. A Speedrunners az kvázi egy ilyen gyorsasági verseny lesz. Egy pályán vannak a srácok, ugyanazon a pályán, és körbe-körbe kell futni valamelyik irányban. Aki hozzáér a pálya széléhez, mert annyira lemarad, vagy leesik, az kiesett a körből. És addig tart minden egyes ilyen futam, amíg egyetlen egy ember nem marad. És 3 pontot kell szerezni egy adott pályán, akkor nyered meg a pályát. Jó, akkor... Runner. Ez ugye így egy tök egyszerű dolog. Lesz egy csomó nehezítés a pályán, és minél tovább versenyeznek a fiúk, annál jobban elkezd majd összeszűkülni a játéktér is. Tehát igazából a pályát, miközben futnak körbe-körbe folyamatosan, be is kell tudni tanulni, mert sokszor olyan ugrásokat kell csinálni, aminek mondjuk még nem látják a végét, de meg kell tudni ugrani ezeket a szárnyakat, ezeket az akadályokat, és ha már akadályokról beszélek, lesznek mondjuk ládák a pályákon, amiknek ha nekimész elassítanak, és természetesen lehet majd egymással kiszúrni. Annyit mondjatok majd nekem, hogy ki kivel van. A rózsaszín vagyok. Én meg a fekete. Te Patrik a rózsaszín, K.D. Dév a piros, Isti. Én meg az a narancssárga. Isti narancssárga, és Bence a fekete. Bence megy az első helyen, és fel is vette a turbót, és megcsinálja az 1-2-3-4-5-ös falugrást. rákapcsol még egy fokozatot, és most a végén K.D. Dév nagy veszélyben van, basszus, mert hogy kiesett, és kiesett Patrik is, már csak Bence és Isti vannak versenyben. Bence az első helyen, ledobta a hangbombát, amivel belassította Istit, és ledobta a következő hangbombát is, viszont Isti felvett egy fantasztikus fagyasztó fegyvert, amivel majd megpróbálhatja esetleg kilőni, belassítani Bencét, ez most meg is történt, de túl későn lőtte ki a Bencét, Isti kiment a pálya szélére, az első kört Bence nyerte. És ugyanez a pálya, folytatjuk, mennek körbe-körbe a srácok, amit látjátok, lehet ugrani, lehet így hasalni, csúszni, és van egy ilyen kötél, amit ki lehet lőni, és mint Batman így megkapaszkodnak vele a plafonban, és tudnak vele lendületet szerezni. Első helyen van most Dév, és szépen el is húzott második helyen. Patrik van harmadik helyen, Bence, és most Isti van az utolsó helyen. Hogyha itt most Dév elhúz, akkor igazán nehéz helyzetbe sodorja Istit, aki a legutolsó helyen tartja a tempót. De hogy ahogy ezt kimondom, már is Bence volt az utolsó helyen, és félthette az életét. Na nézzük, hogy mi történik ezzel a nagy bőrben. Bence kilőtte előre, és ebben megtörtént a hangbomba, belassított mindenkit szinte, nagyon szépen szűken fordult Isti, és Bence és Isti nagyon nagy veszélyben vannak, mert Dév és Patrik az első helyen irgalmatlan tempót diktálnak, fel is vették a turbót, nagyon szépen megugorja ezt a kombinációt, és Isti elhalasztottak, Patrik átvette az első helyet, és most jön majd az a falugrós rész, ahol igazából a többieknek van esélyük beérni Patrikot. Patrik még mindig az első helyen. Sikerül-e megcsinálni az ugrást? Sikerül. Második helyen Bence, harmadik helyen Dév, negyedik helyen Isti. Istinek ugarkodnia kell, ugyanis eléggé lemaradt, viszont ezzel a kötéllel most jó lendületet szerzett magának. Semmi nem dőlt még el, újra összerázódott a mezőny. Nézzük meg, ez a visszahúzás sikerült Dévnek, és rögtön az első helyen találta magát, viszont egy hőkövető rakétát lőtt ki valaki, és szerencséjük volt a srácoknak, hogy senkit nem talált el. Na nézzük ezt a fordulót, sikerül a Patriknak megcsinálni? Sikerül megcsinálni, nem sikerül, Patrik kiesett a pálya szélére. Gyertek, első helyen van Dév, második helyen van Bence, mind a ketten kilőnek az utolsó helyen egy-egy tűzgömböt, amit Dév átugrott az első helyen. Jól be is lassult, Isti visszahúzta Dévet, viszont visszahúzta Dév Istit. Bence mindenkit kilökött majdnem a pályáról a hangbombával, Isti kiesett a körből, és Bence ugor fölfelé, kilökve Dévet, megszerezte a második pontját. Bencének 2 pontja van. Az előbb nagyon sokan szurkoltatok Bencének, mert senki nem szurkol. Ice Blue Birdnek kiszurkol. Nem a kezetek tejétek föl, nem hallom, kiszurkol Ice Blue Birdnek. Na, okés. Első helyen most Isti, de ahogy ezt kimondom, Patrik átveszi a vezetést. Bence jó rendületet szerzett, viszont gyönyörűen kilőtt mindenkit K.D. Dév a fagyasztó lézerrel. És elsőként fordul, igaz, nem az optimális íven. Nézzük, hogy ezt a fordulót kinek hogy sikerül vennie. Tanítani való módon vette a lendületet Dév és Bence, mennek az első helyen, a harmadik helyen van Patrik, negyedik helyen Isti, összeszedték magukat a srácok. Nézzük, hogy ki mivel tud a másik orra alá orsot törni, és Dévet kilőtték egy hőkövető rakétával. Emiatt átvette az első helyet Dév, aki kifagyasztotta egyébként a második helyen álló Ice Blue Birdöt, viszont elzárták Dév előtt az utat, emiatt megint összerázódott a brigád. Azért talán látszik, hogy a srácok eléggé kompetitív szellemiségben játszanak, senki nem beszél, mindenki koncentrál ezerrel, és olyan szépen ugrálnak, nagyon szépen csinálják meg a kombinációkat, hogy még mindig nem dőlt el semmi. Hátulról Dév lefagyasztotta a fél brigádot, illetve láthatunk egy hangbombát is, itt fog eldőlni most az, hogy tudnak-e fordulni gyorsan a srácok. Isti van az utolsó helyen, de megmentette, összeszedte magát. Első helyen Ice Blue Bird, második helyen Patrik, harmadik helyen Dév fordul, negyedik helyen van most már Patrik, aki egy hangomával akarta megállítani a többieket, nem sikerült neki. Előtte Ice Blue Bird, előre a fagyasztó lézertöményen nem tudott lepiasztani senkit. Megvan a felfelé ugrás, Patrik az utolsó helyről az érre tör, és nézzük meg, hogy sikerül-e valakit kilökni a pályáról. Istinek nem sikerül a... Nem, bocsánat, Dévnek nem sikerül a 3-as ugrás, úgyhogy ő az első, akiről elbúcsúztunk. Első helyen van Bence, aki visszafelé lőtte ki a fagyasztó lézert, Isti is kiesett, most viszont első helyen fordul Patrik egészen addig a pontig, amíg Bence vissza nem húzta. Nem tudom lehozni, ez nem normális, ez a gyerek úgy játszik, hallott. Nagyon szépen tartja Patrik a tempót, és sikerült ugyanolyan szűken fordulnia, mint Bencének. Nézzük meg, hogy megakadályozza a Patrikot valami abban, hogy Nyerjen meg, mert hogy Bence akadályozta meg, és 3-0-ra simán megnyeri az első kör. Azt a mindenit. Na menjünk valami olyan pályán, amit nem vágunk. Jó. Nem? Jó. Na. Mert ez az első pálya, az első 4-et, 5-öt. Ez volt az első pálya, ezen lehet megtanulni a játék alapjait. Ez a játék ennél sokkal nehezebb. Nightclub? Nézzük meg a Nightclub nevű pályát. Megyünk partizni. Azt mondja, hogy... Aha, nem? Jó, most nekem is meg kell tanuljam ezt a pályát. Ez nem a Nightclub. Mi történik. Just saying. Itt... hogy nem a Nightclub. Jönnek a srácok, majd van lehetőség turbót összeszedni. Szépen visszakapja Bencét, aki az utolsó helyen találta magát. Elsőként fordul Isti, második helyen van Patrik, harmadik helyen van most Dév, aki viszont egy turbó segítségével az első helyre ugrott. És ahogy ezt kimondom, már is Ice Blue Bird van az első helyen. Baj lesz. Szép nagy lelkületes srácok. És Patrikra elnéztem, mert volt az a nehéz ugrásos szakasz, amit nem sikerült gyorsan teljesítenie. Azt mondja, hogy első helyen Dév lerakott egy távirányítós bombát, amit jól is tudott felrobbantani. Elkezdett összeszűkölni a pálya, és ilyenkor már ugye, hogyha ebbe a piros részbe beleértek, akkor a karakteretek kiesik az adott körből. Na elsőként fordul Dév, második Isti, harmadik Ice Blue Bird, és úgy látom, hogy itt van esély összerázódni. Ez az a pályaszakasz, ahol be lehet hozni a lemaradást. Viszont most jön ez a technikás ugrós rész, amit ha valaki elront, és most Bence veszélyben van, akkor... Ajjaj, uha. Sikerült, nem sikerült Bencének bent maradnia, már csak Dév és Isti vannak versenyben. Isti eldotta előre a gömböt, amit Dév átugrott és visszahúzta Istit. Első pont K.D. Dévé. Na, Patrik az első helyen, második helyen, Isti harmadik helyen, Ice Blue Bird negyedik helyen, Dév. Oké, valaki elasított és zombó visszaadás. És akkor első helyen megy amúgy Patrik, nagyon szépen fordul, nagyon jól csinálja meg ezt a fordulót, és Isti majdnem kiesett rögtön a játék elején. Első helyen Ice Blue Bird, akit visszahúzott Patrik, és ennek köszönhetően már is Dév vette át a vezetést. Isti közben a harmadik helyen, Patrik visszaszorult az utolsó helyre. Megint elrontom. A grappling ugyanott, és Patrik kiesett ebből a körből. Első helyen fordul Dév, második helyen Ice Blue Bird, harmadik helyen Isti. Istinek össze kell szednie magát, mert az a rész következik, ahol... Hogyha lemarad, akkor kimarad. Nem sikerült a fagyasztó lézerrel kilőnie se Ice Blue Birdöt, se Dévet, viszont Bence nagyon szépen visszahúzta Dévet, és Dév ki is esett, mert nem tudta tartani a lépést. Talán Isti megtréfált a Bencét ezzel a hangbombával, viszont a pálya azon szakaszához értünk, ahol Istit belassították, ezek a dobozok, jön a technikás falugrás rész, Isti elrontott az első falugrást, nézzük, sikerül-e bemaradni a pályán, sikerült, és Isti visszahozta magát a lehetetlenségből, azt a mindenit most viszont nagy íven fordul, nézzük meg, hogy sikerül-e lendületet venni, igen, elsője Ice-ból is, nála a lézer, Isti átugrotta, persze belassult, nézzük, hogy Istinek sikerül-e elhúznia. A tűzgömb itt lassít le, Istit lassít le, viszont sikerült megtartani a lendületét. Első helyen van Isti, második helyen Bence. Kifordul elsőként, Isti fordul elsőként, jól vette az akadályokat, viszont Istit lelassította most a doboz. Első helyen van, még mindig neki ment két doboznak, második helyen alig látjuk már a pályát, kedves hölgyeim és uraim, azt a hírezek üzenem, technikás falugrás rész, ezt az előbb Isti elrontotta, most jól megugrotta, még mindig tartja magát bent a meccsben, viszont Isti belassította a dobozt, és Bence behúzta ezt a kört. Igyekeztem, de hallod, meg szólni nem tudok közben. Azt a mindenit. Hú, elsőként fordul Bence, és egy hatalmas turbóval. Hát azt a mindenit. Azonnal kiütött két játékos, már megint csak Isti van meccsben, és eléggé le van maradva. Nézzük, hogy van Istinél valami használható fegyver. Igazából előre ezt a tűzgömböt, Bencenek sikerült ezt átugrania, viszont úgy fordult, hogy Bencét majdnem kiütötte. Isti visszahúzta Bencét, aztán Bence visszahúzta Istit, Istit elasította egy doboz, nézzük, hogy sikerül-e bent maradni a játékban, igen, vett egy nagy lendületet ezzel a kötéllel, és Bence irgalmatlan tempót diktál az élmezőnyben, viszont ez a falunugrós rész lehetőséget adott Istinek arra, hogy behozza a lemaradást. Egy turbó, két turbó, Isti nem követte el azt a hibát, hogy nagy ívben fordult, nézzük, hogy Istinek van annyi turbója, hogy visszahozza magát a meccsben, és Isti nem tudta visszahúzni Ice. Nézzük, hogy mit sikerül Isti kiugrott a pályáról! Bence! Azt a mindenit. Milyen sót varázsoltak itt most? Bence, ide elsőként második, Patrik, harmadik, Isti, negyedik most Bence, és ahogy ezt kimondom, látjátok, hogy mennyire magas fordulatszámon megy a Speedrunners. Ahogy kimondjátok, hogy ki hol van már, nem az az érvényes, elsőként fordult volna. Bence viszont elrontotta ezt a felkapaszkodós részt, elsőjén fordul K.D. Dév, aki 2 turbót fel is tud lenni, viszont nem tud ennek köszönhetően kiségben fordulni, de megtartotta az első helyét. Isti a harmadik helyre szorult vissza, viszont az élen KDD be tudta lassítani Bencét 2 dobozzal. Na, a lézer kit talál el, azt mondja, hogy Bencét, aki majdnem a pálya szélére szorult, Isti az utolsó helyen, nézzük meg, hogy Bence tud-e maradni a versenyben. Isti ki tudod-e lőni, Isti kilőtte a őkövetős rakétát, ami viszont nem talált senkit, Isti belassította egy doboz első helyen, öldökök üzenem zajlik az első helyért, mert hogy Bence és KDD fejfej mellett vannak, ott van Patrik Lesi puskásként, sikerül, lesz, sikerül mindenkinek, itt összerázódhat a mezőny. Turbót mindenki fölvette, Patrik nagyon szépen kis évben fordult, úgyhogy megvan az ugrás, de ahogy ezt kimondom, Patrik a pálya szélére szerintem majd mindjárt, hogy visszahozta. A visszarántás Patrik mikor fogja előni most, és nem találta, de eltalálta Bencét az első helyről! Azt a mindenit! Honnan húzta ki Bencét a pályáról? Na nézzük, első helyen KDD, második helyen Isti, harmadik helyen Patrik, és a hülye dobozaid. Patrik megbontott a dobozokat. Nem sikerült! Nem sikerült! KDD-nek a faladott rá! És Isti behúzta! Nem hiszem el, egy win végre! A timing! Ó, te Isten! Szeretem, amikor Isti eljut arra a pontra. Olyan kompetíció van itt, egy esport! Amikor Isti eljut arra a pontra, már ő is kommentátorként ilyen jó kis kárőrvendő kommentátorként elkezdi kommentálni a csapattársakat, vagyis a versenytársakat. Figyeltelek! Azt mondja, első helyen Bence nagyon elhúzott, második helyen KDD, harmadik helyen Isti, és mire ezt kimondom, Patrik már a pályaszélére szorult, nagyon kevésen múlott sajnos, igen, láttam. Na, kit talált el a lézer? Hol vagyok? Azt mondja, hogy KDD-vet fagyasztotta meg Isti, viszont megint meglöbotlott a dobozokban. Első helyen van, Bence is jön a falunugrós rész. Nem tudott lendületet venni Bence, úgyhogy KDD ennek köszönhetően átvette a vezetést. Nagyon komoly ultrád van itt István. Itt van a technikás rész, ahol kis ívben kell fordulni, ez mindenkinek sikerült, viszont KDD-vet megtorpantotta a fal széle. A hangomával Isti majdnem sikerült kiütni a játékból, de Dév most elhasználva a turbóját, az első helyre kerül, és Istinek a jézere nem találta senkit. Nagyon jó ütemben fordul Bence, és igazából ott van az első helyen. Szerintem én nem is tudom, minek köszönhetjük azt, hogy Dév nem esett ki, viszont a dobozoknak köszönhetően viszont kiesett. Ultimate Champion. Bence megint behúzza a pályát. Szép, szép, nagyon jó. Tehát, hogy például azt, hogy kicsúszta a kampót, tehát, hogy az... Az e-sport ready taktik. Idő van? Akkor nem tudunk kezdeni. Még egyet. Még egyet. Jó, most feloldottuk ezt a zút, az állatkert pályát. Még ezen nézzünk meg egy meccset. Azért valami nekem gyanús. Tehát, hogy Bence leszavazza az általunk kitalált játékot, majd mondja, hogy szerintem amúgy speedrunnerszünk egy kicsit, és behúzta az első 2 pályát. Úgyhogy itt családszagot érzek, Bence, de nem tudom. Szerintem csak nagyon jó vagy. Na nézzük! Akkor megint arról van szó, hogy a fiúknak meg kell tanulniuk ezt a pályát, és Bencét vissza is húzta, és valahogy a Bencét hátrát látunk én, és nagyon telemás, és falunugrálós rész. Nem? És a srácok vettek föl mindent, ami a legjobb fegyverek közé tartozik, a hangbombát, a jéglézet és a visszahúzó kötelet. Isti az első helyen, második helyen, Patrik harmadik helyen, KDD negyedik helyen, Bence, és egy nagyon-nagyon technikás rész van itt. Nézzük, Patrik nem jó ütemben lőtte el a visszahúzó kötelet, ezért a falba csapódott az a kötél, de Patrik behozta a lemaradást, és nézzük, hogy itt a turbót felvéve összerázódik a mező. Nem tudom. Ajjaj, ajjaj, Istinél van. A mocsok, ezt tuti te voltál, Dév, te szoktad a dobozokat. És ha valaki nagyon ügyes, akkor azt át tudja lőni hátrafelé is. Azt mondja, hogy a falugrás mindenki megcsinálja, és behozték visszahúzó a KDD-t, Bencét. Nézzük, nem tudok felugrani! A játékban KDD Bence! Nem tudok felugrani! Iszonyatos küzdelem van a srácok között! Bence nem tudta megugrani ezt a falunugrós részt. Első helyen Patrik, aki úgy behúzta ezt a kört, mint annak a rendje. Szép volt Patrik! Vagy azt sem jött jól. Úgy látszik, hogy itt a pálya legutolsó szakasz, ez kvázi az a célegyenes ráfordító, hogyha Forma 1-es hasonlóan akarok jönni. Ez annyira nehéz, hogyha egyet hibázol, biztos kiestél. Első helyen K.D. Dév, második helyen Isti, harmadik helyen volt eddig. Facik, amíg Bence vissza nem húzta, Bence most nagyon jó ütemben csinálja ezt a falon ugrós részt, és harmadikként fordul. Azt mondja, hogy első helyen Dév egy jó lendületet szerzett, és annyira nagy szerencséje van, hogy igazából megkapta ezt a kötél visszahúzós részt, amit de vissza akarta húzni Bencét, de a földet találta el a kötéllel, majdnem kiesett Dév ennek köszönhetően. Első helyen fordul Isti, de már ott van a nyomában K.D. Dév. El is köszöntünk Patriktól, mert hogy volt ez a nagyon nehéz visszafordító rész, ahol hibázott, biztos kiesel. Adlérek titkaim! Azt mondja, hogy első helyen K.D. Dév, második helyen Isti, harmadik helyen Bence, aki visszahúzta Dévet az utolsó helyre, aki nagyon nehéz helyzetbe került. Nézzük a wall jumpokat, a falon ugrások sikerülnek mindenkinek, és akkor jön a célegyenes ráfordító szakaszunk, amit Bence mekkora kombinációval ugrott meg. Ez igen. Ez egyszerűen crazy. Na, Bence visszafelé indult el, és vett egy nagy lendületet kötéllel, vett egy még egy lendületet kötéllel, és már is az első helyen találja magát. Patrik egyébként tartja a tempót, és belelőtte a visszahúzó kötelet, a lerakóba. Mindjárt megütöm, komolyan mondom. Az az asztalkolat. Na jó, szerintem Bence kigyúrt ezt a játékot, ezt megmutatja. Kigyúrta. 2 pontja van. E-sport, így van. E-sport illat. Majd legközelebb azt a játékot játszatok, amit mi választunk, jó? Lehet nem is ő játszik, hanem a Kaci. Amúgy lehet, igen. Kaci hátlúcsal. Na nézzük, első helyen Bence, második helyen Dév, akit visszahúzott Isti, és Patrik, bocsánat, és Isti az utolsó helyről visszahozta lehetetlen helyzetében a karakterét. Nem sikerült Istit megtántorítani a ledobott, elidobott ládákkal sem, és nagyon szépen visszahúzta most Dév az utolsó helyre Bencét. Dévet belassították a falak, és visszahúzták Patrikot az utolsó helyre, nagyon nem volt szép, szegény Patrik. Mit csináltok, srácok? Első helyen fordult volna Isti, ha nem húzza vissza őt Bence, de Isti azonnal visszahúzta Bencét. Nézzük a falon ugrós részt, itt van esélye összerázódni, de nincsen! Kiesett Ice Blue Bird, elsőként fordul Dév, és megcsinálta a lengés kombinációt, nagyon szép volt. Na nézzük, ki hogy kezdi ezt a pályát, a taktikus srácok rögtön vesznek egy lendületet, összerázódott a brigád, sikerül-e megcsinálni? Isti elrontotta basszus ezt a falulugrós részt, kiesett, első helyen Bence hatalmas nagy előnnyel, viszont kilőtték felé ugyebár a láva gömböt, azt sikerült átugrania, de akkor a tempót diktált, hogy már is kiesett K.D. Dév ebből a körből. Patrik van életben, és az a helyzet, Patrick, hogyha itt most ezt nem nyersz, akkor Bence megint behúzza a pályát. Van nála egy visszahúzó kötél, nálad van egy hangomba, az vagy volt? Nem, van nála még egy hangomba. Patrik lelassult, és Bence! Ice Blue Bird dominál a Speedrunners. Srácok, mi most akkor elmegyünk egy kis szünetre. Nem megyünk a színpad mellé verekedni most. Kaci, megyünk egy kis quizzel még esetleg? Azt mondja Kaci, hogy van kedvetek kvízezni, még nyerni egy-két dolgot? Jó, van. Hát akkor köszönjük a videósainknak ezt a szekciót, visszatérnek még egyszer. Mikor? Fogunk egy picit játszani. Hát szerintem egy olyan 20-30 perc múlva kb. Jövünk vissza, és addig kitaláljuk, hogy mi legyen valami hasonlóan fantasztikus partijáték számotokra. Right. All right.